Az Ért Baseball Team 2009-ben szervezett először toborzót, így idén negyedik alkalommal került sor az eseményre. Az elmúlt hétvégén megrendezett toborzót ezúttal is nagy érdeklődés kísérte. 23-án pénteken 35 gyermek vett részt az edzéseken, másnap szombaton pedig több mint 40-en próbálták ki a sportágat, és vasárnap is szép számmal érkeztek a fiatalok. Az a cél ezzel, hogy a gyerekeknek sportolási lehetőséget adjunk, és természetesen az érdi baseballnak az utánpótlását is megpróbáljuk így növelni, hisz most már 7 éves gyerekeknek is hirdettünk programot T-ból néven, ami annyit jelent, hogy a gyerekek nem dobásból fognak ütni, hanem egy fixáló pozícióból, de ha a 7 éves gyerek be tud illeszkedni egy közösségbe, az az elkövetkezendő életében azt hiszem elég sokat jelent. Szerettem volna kipróbálni, gondoltam, hogy nekem jó lesz, mert szeretek futni, meg jól tudok ütni. Aki szeret futni, meg jól tud célozni, annak ajánlom. Mutatták iskolába, és úgy nem nagyon szeretem a többi sportot, nem annyira izgalmas, és gondoltam, hogy kipróbálom, és tetszett. Szeretek labdákkal, mondjuk ilyen kisebb labdákkal játszani, meg mondjuk ütni is szeretem. Mind a 3 napban voltak önálló programok, és voltak kapcsolódók, tehát amit előző nap már felfejlesztettek, annak egy következő mozzanata. Gyakorlatilag bármikor be lehet kapcsolódni hozzánk edzésprogramba, hisz aki akarja, az utolérheti magát bármikor, mint edzésprogramot. Itt Érden nekünk van sok utánpótlás csapatok, de ezen az évben is tervezünk, hogy 2 juvenális csapat, hát 10 évestől 12 évesig, és igen, országosan lesz 9 olyan csapat, amit a bajnokságban fogunk játszani. Az új osztály, amit fogunk kezdeni ezen az évben, az, amit nevezünk, hogy a T-ball. Azért nevezünk T-ball, mert a tartóból ütnek, és az a 7 évestől 9 évesig. Szóval ezen az évben lesz az első bajnokság azon az évkornak. Terry azt is elmondta, hogy korábban már a helyi iskolákba is ellátogattak, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a sportágat, és ott is rengeteg fiatal mutatott érdeklődést az Amerikából származó sportág iránt. De nagyon lelkes volt a gyerek. Ha minden gyerek jött, amit mondta, fog jönni, akkor 1000 gyerek jönni ide. De azt hiszem, a szülők nem engedik neki, vagy elfoglalt. De tegnap este volt 35 új játékos, és várunk is ma este többet. Őszintén reménykedünk abban, hogy ez a létszám ez nem csökkenni, hanem nőni fog az elkövetkezendő hetekbe, hisz azért is jó, hogyha most tudom kérni a szülőket, hogy gondolkozzanak arra, hogy ez a közösség, amit mi próbálunk a gyerekeknek adni, ez nem egy muszáj, ez egy lehetőség, mint fejlődés, mint fizikális, mint szellemi fejlődés. Szóval mondtam, hogy ezen az évben fogunk kezdeni a 7 évestől 9 évesig, és nem itt fogunk kezdeni, de a körösi udvaron fogunk edzeni velük, és könnyebb nekik, de is a juvenális osztály, akkor lesz 2 csapat, az körülbelül 30 gyerek, és is már nekünk van 2 serdülő csapat, az már 30 gyerek részt vesznek, de is nekünk van egy női csapat, és 2 férfi csapat. Egy férfi csapat az NB1-ben, a másik az NB2-ben. Ezek a csapat. Kezdői! Jó? Az jó! Ügyes vagy! És amikor bejön a kesztyűbe, a másik kézzel tartunk. Szóval szükség neked innen dobni, és innen kapni. Jó? A hétvégi eseményen a fiatalok felkészülését Amerikából érkezett edzők is segítették. Lionel Wilson második alkalommal látogatott el városunkba azért, hogy az érdi gyermekeknek átadja tudását. Magyarországon sajnos igen kevesen ismerik a baseballt. Én azért utaztam Magyarországra, hogy népszerűsítsem ezt a sportágat, amelynek sorsát a szívemen viselem, és hogy a magyar gyerekeknek átadjak valamennyit a tudásomból. Ahhoz, hogy megfelelő színvonalon lehessen űzni a baseballt Magyarországon, az első és legfontosabb teendő az volna, hogy felszerelést kellene vásárolni, de Magyarországon ez nem könnyű. Amerikában minden egészen más. Ott minden gyermeknek van saját felszerelése, ütője, labdája, ez alapvető dolog nálunk. A másik az, hogy ott számos klub létezik, mindig van hova menni sportolni, mindig van másik csapat, nem csak 3 vagy 4. Továbbá az is óriási különbség, hogy nálunk a tévében rengeteg baseball mérkőzést közvetítenek. Ha itt is így volna, akkor jóval népszerűbbé és szerethetőbbé lehetne tenni a baseballt itt is, és sokkal nagyobb lelkesedéssel űznék a gyerekek ezt a sportágat.
Bajtai Béla elmondta, hogy a toborzón részt vett gyermekeknek lehetőségük nyílik csatlakozni a korosztályos csapatokhoz, és már többen jelezték is ez irányú szándékukat. Az Egyesület főtitkára végül hozzáfűzte, óriási jelentősége van ezeknek a toborzóknak az Egyesület életében, hiszen a jelenlegi utánpótlás 80%-át a toborzók alkalmával csatlakozott gyermekek adják. De egy-egy ilyen alkalom a szövetség számára is rendkívül fontos, hiszen a magyar serdülő válogatottban jelenleg is van olyan játékos, aki 4 évvel ezelőtt egy ilyen baseball toborzón ismerkedett meg a sportággal, és vált az Érd Baseball Team sportolójává, majd a válogatott tagjává.